A sör mellé némi harapnivaló, a 90-es évek legjobb zenéivel fűszerezve. Újra retro véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei szervezete Salgótarjánban június 21-én. Egészséges légy érzed magad? Igen. Jelenlegszedsz valamilyen gyógyszert? Nyaranta minden évben csökken a véradások száma az év más időszakaihoz képest. Egy átlagos napon általában 1800-an adnak vért. A nyári hónapokban ez a szám jelentősen csökken, elsősorban a nagy meleg, az allergia szezon, valamint a nyaralások miatt. Segítségre azonban mindig szükség van, hangsúlyozta a program során Juhászné Kincses Helén, a szervezet örökös tagja. Az az igazság, hogy minden évben nagyon izgulunk, főleg amikor elkezdődik és tombol a nyár, mert hogy ilyenkor a véradás kedv egy kicsit alább hagy, illetve ha nem is hagy alább, de ilyenkor a véradók is nyaralnak, üdülnek, nyilván egy kicsit nehezebb a forróság miatt ilyenkor vért adni, de azt gondolom, hogy a segítségnyújtásnak sajnos minden, az életünk minden percében szükség van. Vizet esetleg még? Köszönöm én már. Sokan voltak, akik a nagy meleg ellenére is kapcsolódtak a kezdeményezéshez. A véradás mellett szűrőbusz várta az egészségtudatos városlakókat. A szervezők az utánpótlás nevelésre is gondoltak. Vért ugyan még nem adhattak, de megismerkedhettek a Vöröskereszt munkájával, annak fontosságával ezek a gyerekek. Országosan egyébként 450 ezer donor elérésére van szükség évente, ahhoz, hogy biztonságosan működjön a hazai vérellátás.